Baranya megyéből idén Kovács Gábor, a Pannonia Inferior Kft. Tulajdonosa vehette át a 2022-es év vállalkozója díjat a VOSZ hagyományos ünnepségén Budapesten. Én úgy gondolom, ezek az alkalmak mindenképp fontosak, hisz kitüntetjük nem csak a saját területükön és a saját maguk boldogulásáért, hanem a munkavállalók érdekeit is képviselve teszik a dolgokat. Eppel János, a szervezet elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy az elmúlt 15 évben soha nem volt ennyire nehéz kitekintést, iránymutatást adni a jövőre nézve. Ennek ellenére a 35 éve alapított érdekképviseleti szövetség taglétszáma folyamatosan bővül. Most arra 27 ezer vállalkozót segítenek. A cél pedig, hogy ez a szám 2026-ra elérje a 35 ezret. Emellett a Széchenyi Kártya programot is a VOSZ irányítja, ami az elmúlt két évtizedben 600 ezer ügyfélnek 4 ezer milliárd forint értékben nyújtott támogatást. Múlt évben is egy sikerévet könyvelhettünk el kedvezményes feltételekkel, garanciával és alacsonyabb kamattal, állami támogatással tudnak a vállalkozások hozzájutni. Tehát az új, amiről én beszéltem, az pedig vállalkozásfejlesztés, azt a tudást, tapasztalatot, ami felhalmozódott a VOSZ munkatársaiban, vezető testületeiben, és azt a forrást, amit a Széchenyi kártyával szereztünk, anyagi forrásra gondolok, ezeket egy vállalkozásfejlesztési rendszerben. Bizalom nélkül nincs üzlet, bizalom nélkül nem működnek a vállalkozások sem. Varga Mihály pénzügyminiszter mások mellett arról beszélt, hogy Magyarországon a Covid-járvány és a szomszédban dúló háború ellenére is 4,7 millió embernek van munkája. A munkanélküliségi ráta a legjobb öt között van az Európai Unióban. Most pedig a munkahelyek megtartására kell koncentrálnunk. Ebben a kormányzat együttműködik a VOSZ-szal, a kamarával és a Széchenyi Kártya programot koordináló KAVOSZ-szal is, emelte ki. A másik, hogy van egy versenyképes adórendszerünk, ez segíti a vállalkozásokat is, mind a munka, mind a jövedelem alacsony adóztatásával. A harmadik terület egy jó befektetési környezet, ahol érdemes újra hasznosítani a tőkét és befektetni. Nem csak a hazaiak, hanem a külföldiek is nagy arányban választják Magyarországot olyan lokációnak, ahol beruháznak, befektetnek. És talán egyediknek oda tehetem azt is, hogy van egy politikai stabilitás az országban. Az elmúlt években, évtizedekben minden kormány kitöltötte a saját maga ciklusát, és úgy navigálta, úgy irányította az országot, hogy az lehetőség szerint befektető és vállalkozásbarát is legyen. A VOSZ rendezvényén idén a Magyar Gazdaságért díjat négyen vehették át Varga Mihálytól és Eppel Jánostól. Hárman részesültek a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjban. Az év vállalkozója díjat 22-en vehették át, köztük két határon túli cégvezető.